Magyarországon mindeddig csak a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcináját használták, mivel ezek az oltóanyagok rendelkeztek Európai Uniós engedéllyel. A kormány döntése értelmében most már olyan vakcinák beszerzésére is lehetőség nyílt, amelyek nem az EU engedélyezésével, beszerzésével történnek. Dr. Falus Ferenc tüdőgyógyász volt országos tisztifőorvos korábbi interjúban elmondta, akiket beoltottak, azok is képesek megfertőződni és továbbadni a vírust, de nem produkálnak tüneteket. Ezért továbbra is hordani kell a maszkot és tartani az egyéb intézkedéseket. Ha megkapta valaki a védőoltást és rövid időn belül megfertőződik abban az időszakban, amikor még nem alakul ki a védettség, akkor sincsen igazándiból semmi gond az ég adta egy világon, mert tehát ahogy a védőoltás a szervezetbe jut, az immunválasz az elkezd kialakulni, csak ugye ennek azért van úgymond egy átfutási ideje a szervezetben, tehát amíg a fehérvérsejtek megtanulják megtermelni a megfelelő ellenanyagokat, meg ugye a megfelelő mennyiséget megtermelik belőle, de vélhetően, aki megkapta a védőoltást, az az átlagtól könnyebben fogja átvészelni a fertőzést abban a periódusban is, amikor még nem alakult ki a védettsége. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet tájékoztatója szerint a Pfizer-BioNTech vakcinájából 2 adagra van szükség a teljes védettség kialakulásához, amelyet 21 napos különbséggel adnak be. A Moderna COVID-19 vakcináját szintén 2 injekcióban adják be, itt azonban 28 napos különbséggel. Kevesen, de vannak, akiknek nem javallott egyik vakcinát sem beadatni. Gyakorlatilag bárki megkaphatja a védőoltást, nagyon kevés kivétel van várandósoknak, illetve azoknak, akik 2 hónapon belül gyerekvállalást terveznek, és ezt nem kívánják halasztani, azoknak nem adjuk be biztonsági okokból az oltást, mert ugye várandósokkal nem történtek vizsgálatok. Nem adjuk be akkor, hogyha valamilyen akut lázas megbetegedés zajlik, mint ahogy azt ugye korábban is mondtam, hogy ne terheljük pluszba az immunrendszert, illetve hogyha a kórelőzményben súlyos allergiás reakció szerepel, akkor szintén nem adjuk be a védőoltást. De azért, mert valakinek mondjuk van egy kis gyógyszerérzékenysége, amiatt nem szoktuk a védőoltást ellen, tehát az nem ellenjavallata a védőoltásnak. Én magam is például adtam be olyan paciensnek védőoltást, akinek több mint 15 féle igazolt allergiája van, és nem volt semmi baj a védőoltás után. Tehát, hogyha olyan dologra, ami a védőoltásban szerepel, nem érzékeny, akkor megkaphatja az oltást nyugodtan. A magyar kormány egyértelműen oltáspárti és kampányt is indít annak érdekében, hogy minél előbb, minél többen jelentkezzenek a koronavírus elleni vakcinára, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online közvetített sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely szerint a kormány minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik, hogy legyen koronavírus elleni vakcina Magyarországon, és jó esély van arra, hogy Kínából is szereznek oltóanyagot.